picit úgy volt a mérkőzésen, hogy ami itt kimaradt, az ott bement. Hát igen, és így érzem. Úgy gondolom, hogy 2-1-nél a harmadikban úgy jöttünk ki, hogy muszáj megcsinálnunk, és én úgy gondolom, hogy bele is tettünk mindent, meg voltak a helyzeteink, sokkal jobban játszottunk, mint előtte, domináltunk, és voltak a helyzetek, volt üres kapunál kapufánk, sajnos a sport az ilyen, hogy itt nem ment, de ott meg volt egy kis szerencsénk, és bepattant. Játékvezetők nagyon könnyen adták a kiállításokat a szlovénoknak, nektek még azért is meg kellett harcolni, gondolom ez is fárasztott benneteket azért. Hát mindenképpen, most nem az én tisztem megmondani, hogy fújtak, de mi is úgy éreztük, igen, hogy egy kicsit könnyedén kaptuk a hátrányokat az előnyökkel szemben. Megvoltak a helyzeteink, nem sikerült élni vele, sajnos ők kihasználták. Ettől függetlenül valahogy úgy tűnt, hogy lövéseknél mindig keresitek a jobbnál jobb helyzeteket, hogy a jobbnál is láttok jobbat, nem mertetek lőni, mint hogyha önbizalom nem lett volna a lövésekben. Nem azt mondanám, hanem próbáltuk azokat a helyzeteket, amikor úgy érezték a srácok, hogy még egy jobb passz, jobb helyzet hozza a másikat, azt próbáltuk leadni. Többet kell lőnünk, ez biztos, hogy így van, mert mind a három meccsen az volt a tendencia, hogy nem lövünk eleget, jobb kapu előtti jelenlét kell és több lövés, de attól függetlenül ilyenkor egy jobb pozíciót próbál keresni, hogy az a társunk az könnyedebben belövesse. Nyilván most kezdődik valamilyen formában a matematika, lefele vagy fölfele kell nekünk néznünk? Mindenképpen előre kell néznünk, holnap mérkőzésről is el kell verni a lengyeleket, más nem is szabad nézni.